Magyar Értelmiség Nemzeti Bizottsága és a Szakszervezetek Országos Tanácsa az Újvárosháza nagytermében tiltakozó gyűlést tartott Gerhard Eisler a fasizmus elleni harc kipróbált régi harcosának elrablása ellen. A tiltakozó gyűlés szónoka Darvas József építésügyi miniszter. Gerhard Eisler, amikor Southampton kikötőjében az amerikai hivatalnokok kíséretében lévő angol rendőrök lehurcolták a hajóról, ezt mondta: én vagyok az Atlanti Szövetség első fogja. Gerhard Eisler valóban az Atlanti Paktum fogja, és elrablása csak egy része annak a hadjáratnak, amelyet a nyugati imperialisták, a háborús uszítók folytatnak országaikban a béke, a haladás, az igazi demokrácia harcosai ellen. Gerhard Eisler ügye mindenkinek ügye tehát, aki a béke, a szabadság és a haladás hívének vallja magát. A magyar haladó értelmiség és a magyar dolgozók hatalmas tábora csatlakozik azokhoz, akik ma világszerte követelik Gerhard Eislernek, az imperialisták és a lakálydemokraták fogjának azonnali szabadonbocsátását.